Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. 2 év kényszerszünet után idén 13. alkalommal bővült új tagokkal a Halhatatlanok Társulata. 4 kategóriában, mint színésznő, színész, operaénekes és táncművész, 4-4 jelölt közül 2-re voksolhatott a közönség. Úgy gondoltuk, hogy minden évben legyen egy időszak, amikor reflektorfénybe kerülnek. Amikor szavaz a közönség, hát persze ez hatékonyabb volt, amikor a Magyar Televízió vállalta, hogy ezt közvetíti. Most egy ideje nem vállalja, ezért ilyen lelkesedésből, non-profit alapon megpróbáltuk megszervezni, és sikerült. Én úgy látom, hogy a művészeknek nagyon fontos ez a díj azért, mert ezt a közönség adja, nem a hatalom, nem különböző szervezetek, hanem a közönség. Ahhoz, hogy divat legyen színházba járni, ahhoz csak jó előadások kellenek. Nem veszélyezteti a színházat film, nem veszélyezteti a színházat a televízió, nem veszélyeztetik az internetes felületek. Az veszélyezteti, hogyha egy színház unalmas lesz. És az a feladat, hogy ne váljon azzá. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert tényleg lehet, hogy éppen megcsókolhatom az egyik kedves kollégámat a színpadon, aztán másnap reggel letolhatom, hogy esetleg miért késett el a próbáról, és így tovább, és így tovább. Én nekem ez a színház az otthonom és az életem, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, hogy a sors ezt a feladatot rámosztott, és remélem, hogy még tudom is sokáig csinálni. ...2013-ban Kútvölgyi Erzsébet, Eszenyi Enikő, Lukács Gyöngyi, Popova Alessia, Sinkó László, Mátyai Pál, Ötvös Csaba és Bajári Levente lettek örökös tagok a Halhatatlanok Társulatában. Hölgyeim és uraim, Mátyai Pál örökös tag!